Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-ról, és a Samsung Galaxy S4-et tartom a kezemben, amin játszani fogunk. Méghozzá most nem erőteljesebb játékot, hanem egy jóval egyszerűbbet, ami igazából bármelyik készüléken elfut, de hát úgy gondoltam, hogy ez is érdekes lehet, hiszen egy népszerű kis játék. Ez nem más, mint a Jetpack Joyride, amit itt láttok. Igazából a levegőben kell maradnunk, miközben összegyűjtjük a érmeket, minél többet lehetőleg, illetve ezekben a kis kerítésekben nem futunk bele, illetve akadályokba, tehát ezeket kell folyamatosan kikerülni. Valahogy nem így mondhatni. Ez egy rendkívül jó játék, a bal felső sarokba látjuk számlálót, ami méri, hogy hány métert tettünk meg, alatta pedig az összegyűjtött kis aranytalléraink számát láthatjuk. Mind a kettő fontos igazából, hiszen az aranytallérokból különböző plusz kiegészítőket vásárolhatunk a játékba, ami elősegíti a előjutásunkat, illetve a méter pedig az megint plusz szolgáltatásokat adhat majd. És vannak ilyen kiegészítő járgányok, amivel tudunk hosszabb úton is gyorsabban menni akár. Ilyen ez a motor is, amivel, hogyha belefutunk egy ilyen elektromos kerítésbe, akkor még tudunk tovább menni, csak ezt a plusz eszközt veszítjük el. De hát szerencsére ebből több is lesz a játékon belül. És már 1000 méteren felül vagyunk. Közben itt látjuk különböző kis rakéták, nehezítenék a játékunkat, és sikerült is belefutnom egy kerítésbe, és a játék végén egy kis kereket megpörgetve esélyünk van még tovább játszani, de hát mivel nem nyertem, így kezdhetjük előről. Maga a játék rendkívül szórakoztató, igazából annak ellenére, hogy az akkumulátort kevésbé terhel, illetve maga a készüléket is, tehát nincs nagy grafikai igénye, és tényleg egyszerű, ezáltal tényleg jó szórakozás, akár hosszabb távon is. És éppen a kis Gravity Man-nel futunk, amely itt a gravitációt tudjuk folyamatosan változtatni. De hát nem sok sikerrel, csak belefutunk így is egy ilyen kis kerítésbe. Ez a játék egyébként nem csak Androidon játszható, hanem akár Windows 8-on is, vagy iPad-en, iPhone-on, tehát ez több platformra is elérhető ez a játék, ami tényleg nagyon szórakoztató, és szerencsére, illetve mondhatni természetesen ingyenes az összes platformon. Így érdemes lehet letölteni, kipróbálni, van legalább olyan jó, mint az Angry Birds, ha nem jobb még annál is. Ahogy előrébb jutunk, úgy gyorsul egyre jobban a játékmenet is. És most például nyertem egy 750 méteres start bónuszt igazából, ami mindjárt is mutatom, hogy hogy néz ki. Valahogy így kilövünk és 750 métert előre elstartolunk így gyorsan, utána folytathatjuk innen a játékot, ami igazából elsősorban csak méterekben számít, igazából, hiszen ennyivel több métert teszünk meg a játékon belül, de plusz extrákat ez kevésbé ad. Ez volt tehát a Jetpack Joyride a Samsung Galaxy S4-en. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a Tech2-n. Sziasztok!